szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és jó étvágyat kívánok a vacsorához. Így köszöntötte a bátaszéki király gasztronómiai est vendégeit Eufrózina királyné. Csülkös paccal töltött káposzta és tejfeles csirke. Nem egy szokványos menüsor, de ezeket az ételeket akár mindvégig kóstolhatta az este során, már aki bírta. Környező népcsoportok hagyományos ételei, helyi intézmények és civil egyesületek különleges és kedvenc fogásai közül lehetett válogatni. Ez arra is alkalmas, hogy a hagyományokat egy kicsit fel tudjuk eleveníteni, és a fiatalabbak gyakorlatilag a gasztronómián keresztül egy kicsit betekintést kapnak arra, hogy az idősebb korosztály milyen ételekkel gazdagította bátaszéki étrendjét. Köszönjük a Bátaszéki Horgász Egyesületnek is, azt ők is megérdemli. Köszönjük szépen! Az egyik legnépszerűbb idén is a Horgász Egyesület harcsa pörköltje volt, de a hagyományos fogások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges ételek megjelenítésére is a kínálatban. Igyekeztünk egészséges alapanyagokból elkészíteni az ételeinket, főként a zöldségek domináltak, valamint az egészségesnek mondott húsok, illetve a kenyeret például teljes kiörlésű lisztből készítettük. Egy királyesthez méltóan a lakomát Bál követte bátaszéken.